Különös figyelmet fordított az elmúlt években Magyarország kormánya a kisgyermeknevelés körülményeinek javítására és a megnövekedett gyermeklétszám miatt a bölcsődei férőhelyek bővítésére is. Ezzel együtt nőtt meg a bölcsődei dolgozók feladata és felelőssége is, amit 2022-től kompenzál is az országvezetés. Elég jelentős mértékű pótlékemelést kapnak majd a bölcsődei dolgozók, amellett, hogy emelkedik a garantált bérminimum, a bölcsődei pótlékot is megemelik. Ez év január 1-jével már történt egy hasonló pótlékemelés, de ahogy néztem a táblázatot, ez az emelés elég jelentős mértékű. Az intézményvezető elmondta, hogy a bölcsődei pótlék minimum 50%-kal lesz több, de ez attól is függ, hogy hány évet töltött a dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban. Például az a munkavállaló, aki 7 éve közalkalmazott és felsőfokú kisgyermeknevelői végzettsége van, annak körülbelül 60 ezer forinttal lesz több a bölcsődei pótléka. Eléggé felelősségteljes azért ez a munka, ez a feladat. Itt nagyon kicsi gyerekekről beszélünk, nem is lehet összehasonlítani az óvodás életkorral. Sokkal több törődést, sokkal több gondozási feladatot igényelnek, ezért is működik úgy a bölcsöde, hogy saját kisgyermeknevelő rendszer, tehát egy kisgyermeknevelőhöz meghatározott számú gyermek tartozhat, és igazából ővelük foglalkozik, mint egy családot, az anyát pótolva. Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában elmondta, januártól több más ágazatban is béremelésre lehet számítani. 2022. január 1-től megemeljük az ápolónők bérét 21%-kal, a bölcsödei dolgozókét 20%-kal, a szociális világban dolgozókét 20%-kal, és a kultúrában dolgozókét is megemeljük 20%-kal. Az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően több mint háromszor annyi településen működik ma bölcsöde, mint korábban.